Balassi rendezvény. A helyszín és a téma is szokatlan, hiszen Nagy Tiborné óvodapedagógus most, mint alkotó van itt, aki gyerekkora óta szívesen rajzol. Ez a hobbi, a rajzolás iránti szeretet már óvodáskorom óta az életem része. Már akkor nagyon szerettem ezzel az elfoglaltsággal tenni-venni. Sok esetben a baba és egyéb játék helyett a ceruzát és a rajzlapot vettem kézbe. Szerettem a gyerekek között is alkotni, rajzolgatni velük, majd 2019-ben vált ez a hobbi komolyabbá, hiszen a családom meglepetésként egy háromnapos képzéssel ajándékozott meg engem. Debrecenben kiváló képzőművészeknél tanulhattam meg a rajzolás technikáit, azokat a újfajta látásmódokat, melyek szükségesek ahhoz, hogy ilyen szintre fejlődjön a rajztudásom. Nagyon-nagyon szeretem, kikapcsolódást jelent számomra, amikor leülök alkotni, megszűnik körülöttem a világ, csak a rajzlap, a ceruza és az a kép van előttem, melyet szeretnék a papírra varázsolni. Már a több technikával dolgozik, és hogy épp mivel, az a hangulatától is függ. Nagyon nagy részben a hangulattól függ, hogy mit fogok megalkotni. Ha megérint egy kép, vagy egy látvány, és készítést érzek arra, hogy azt én újra alkossam, akkor ezt teszem. Nagyon szeretek porpasztelezni, nagyon szeretek akrillal dolgozni, akvarelfestékkel dolgozni, de ezek csak ilyen kis siklások. A fő vonal a grafika, és főképpen a portré. Nagyon-nagyon szeretek gyermekeket rajzolni, hiszen óvónéni vagyok, nagyon szeretem a gyerekeket. Nagyon csodálatos érzés, amikor elkezd az ember egy gyermekarcot rajzolni, és amikor kialakítja a rajzlapon a kis szemét, orrát, az arcocskáját, és egy idő elteltével szinte visszatekint az a kép rám. Hát ez az a boldog pillanat, amiért érdemes. Sok plusz dolgot is kapott a festéstől. A lelki egyensúlyomat jobban meg tudom őrizni, hiszen ez egy olyan elmélyült kikapcsolódás, amely a heti mozgalmasabb napokat, a stresszt levezeti, illetve a kreativitás is fejlődik, hiszen ki kell azt találni, hogy egy-egy témát, egy-egy figurát hogyan tudunk a papírra úgy megalkotni, hogy az valósághű legyen, olyannak nézzen ki, amilyennek elképzeltük, a fantáziája az embernek, és úgy egyáltalán a látásmódja változik. Technikai tudása a tanfolyam után sokat változott, ami rajzain is jól érzékelhető. Megfigyelhetőek a munkáimon a folyamatos fejlődés, hiszen az első rajzaim és a nemrégen készült rajzaim között nagyon szembetűnő a különbség, hiszen a sok-sok gyakorlás által a technikai fogások finomodnak, illetve nagyon sok új eszközt bevezettem a hobbimba, kipróbálgattam. Több online platformon is csatlakoztam olyan csoportokhoz, ahol tudok tanulni a hasonló hobbit folytató emberektől, illetve képzőművészek is tagjai ennek. És nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy nem szabad abba hagyni. Tehát gyakorolni, amikor csak az ember egy kis énidőt el tud magának csenni a hétköznapi dolgokból, fontos. Én is megtapasztaltam, amikor esetleg úgy alakult, hogy egy-két hétig nem volt erre alkalmam, bizony-bizony a kezünk elnehezedik, azok a finom mozdulatok, amik ugye szükségesek az apró részletek kidolgozásához, ezek egy picit ellustulnak. Úgyhogy fontos, fontos a gyakorlás, nagyon fontos, ha valami nem úgy sikerül első alkalommal, ahogy gondoljuk, nem szabad elkeseredni, nem szabad abba hagyni, hanem újra kell próbálni. Illetve én, amivel a fejlődésemet próbáltam önmagamnak magasabb szintre emelni, az egyre nehezebb képeket próbáltam kitalálni magamnak. Keresni olyan kihívásokat, amit még addig nem rajzoltam meg. És így szépen lassan
eljutottam arra a szintre, ahol most éppen tartok.